A mai videóban az időszakos böjtöléssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! Nagyon sokan azt gondolják, hogy amikor nem esznek, akkor a testük éhezik. Mi alatt nem étkezünk, a testünk az elraktározott energiát, például a kívül vagy a belül a szerveink körül lerakódott zsírt használja fel energiaként, tehát a test táplálkozik a böjt alatt is, csak nem abból, amit eszünk, hanem abból, amit korábban ettünk és lerakódott. Más szóval ugye fogyunk. A böjt a leghatékonyabb és egyben a legolcsóbb módszer arra, hogy fogyjunk. Onnan tudjuk, hogy a testünk a lerakódott zsírt használja energiaként, hogy nem vagyunk éhesek a böjt alatt. Az időszakos böjt lényege, hogy hagyunk egy 16-18-20 órás, vagy akár hosszabb időszakot, amikor nem étkezünk, nem viszünk be semmilyen kalóriát. Én amikor időszakos böjtölök, akkor este 9-10 óra körül étkezem, majd utána csak másnap délután 18 óra, tehát 6 óra után, így lényegében 20-21 órán át böjtölök. Böjtölni folyamatosan lehet, egymás után minden nap, vagy akár 24 órán túl is. A böjt alatt vizet, kávét és teát is lehet fogyasztani, természetesen cukor nélkül, de stéviával lehet édesíteni. A teák közül például a zöld tea kifejezetten jó, mivel támogatja az inzulin normalizálódását. Én amikor megszakítom a böjtöt, először zöldséget eszek önmagában, tehát például leveleskelt, pak csojt vagy káposztát. Annak, hogy először a zöldséget eszünk, és csak utána eszünk fehérjét, illetve zsírt, sok pozitív hatása van a szervezetünkre, amiről az ételfogyasztási sorrend című videómban beszéltem részletesen. A böjtölés egészségjavító hatásait semmilyen étel, ital, vitamin, gyógynövény vagy gyógyszer nem közelíti meg, mindjárt nézzünk egy párat. A böjt pozitív élettani hatásai 90%-ban annak köszönhetők, hogy az inzulin rezisztenciánk csökken, így az inzulinunk jobban fog működni, melynek következtében például hatékonyabb lesz a tápanyagok hasznosulása. Az inzulinunk a sok szénhidráttól és a gyakori étkezésektől magas állandóan, tehát ha folyamatosan étkezünk a nap során, ugye reggeli, ebéd, vacsora, plusz közben még ugye nasizunk is. Hatalmas segítség a böjtölés először is a szív- és érrendszernek, mivel a böjt alatt a szívizom több oxigénhez juthat, ez ugye rendkívül hasznos, ha szívbetegségünk van. Mérséklődhet az erek merevsége, így csökkenhető a magas vérnyomás is. Ha vannak szívritmus gondjaink, szintén javulás állhat be, mivel a lecsökkenő inzulin jobb kálium és magnézium hasznosulást jelent, ugye ezek az ásványok kulcsfontosságuk a szív nyugalmi egyensúlyi állapotának az eléréséhez. Az agysejtek működésében komoly javulás következhet be, ami többek között annak köszönhető, hogy megnövekszik az agyi eredetű neurotróf faktor termelődése, ez lényegében egy fehérje, ami hatékonyá teszi a tanulást, segíti a memória megfelelő működését és a logikus gondolkodást, illetve elősegíti az új agysejtek növekedését és az agysejtek élettartamát is növeli. Ugye mindez kifejezetten hasznos demencia, Alzheimer, depresszió, koncentrációs problémák esetén többek között. A bélbaktériumok száma elkezd növekedni és diverzifikálódnak, azaz sokszínűvé válnak. Ennek előnye többek között az erősebb immunrendszer, az ételek hatékonyabb emésztése, az áteresztő bélszindróma mérséklődése és az agyműködéssel kapcsolatos funkciók, például a hangulat javulása. A böjt akár 2000%-kal is megemelheti a növekedési hormon szintünket. A növekedési hormon a fő zsírégető és a fő öregedés ellenes hormonunk, azaz felel a fiatalságunkért. Az időszakos böjt akár 180%-kal is megemelheti férfiaknál a tesztoszteron szintet. A tesztoszteron növekedés nagyban függ attól, hogy mennyire vagyunk túlsúlyosak, minél több a lerakódott zsír, annál kisebb mértékben fog növekedni a tesztoszteronunk, de ugye minél többet böjtölünk, ugye egyre több zsírt fogunk elégetni, ezáltal egyre nagyobb mértékben fog a tesztoszteron is növekedni. 18 órás böjt után lassan aktiválódik az autofágia is, aminek lényege, hogy a test elkezdi átalakítani, majd energiaként felhasználni a rengeteg szemetet, ami lerakódott a szervezetünkben. Ilyenek például a rosszul feltekeredett fehérjék, ezek okozzák az időskori betegségek jelentős részét, de a gombák és a baktériumok is
önemésztődnek, tehát végben távoznak a szervezetből. Komolyabb autofágiás eredményekhez 24 órán túli böjtökben gondolkodjunk. A böjtünk sokkal könnyebb és eredményesebb, ha a böjtök közötti időszakban az energia nagy részét zsírokból és fehérjékből visszük be, és fogyasztunk sok zöldséget is. Tehát minél kevesebb burgonya, rizs, gabona, kenyér, tészta, kukorica, cukor, és minél több tojás, szalonna, zsírosabb húsok, halak, sajtok, kókuszolaj, olívaolaj. Étrendkiegészítőket lehet szedni a böjt alatt, ásványokat, vitaminokat, nyomelemeket, de lehet szedni halolaj kapszulát, mikroalgákat, búzafűlevet és akár méhpempőt is. Inzulin rezisztencia vagy prediabetes esetén is lehet böjtölni, cukorbetegeknél kicsit összetettebb a helyzet, de alapvetően cukorbetegek is böjtölhetnek. A böjt alatt a reggeli órákban inzulin rezisztencia és cukorbetegség alatt is megemelkedhet a vércukorszint, ez a kortizol miatt van. Ez idővel normalizálódni fog, és felgyorsíthatjuk a folyamatot a reggeli testmozgás bevezetésével, hogy elégessük a felesleges cukrot. A koleszterin szintünk is megemelkedhet a böjt alatt, tehát ha csináltatunk vérképet, ne ijedjünk meg tőle, nincs mitől félni. Amikor elégetjük a lerakódott zsírt, annak egy részéből triglicerid, a másikból koleszterin lesz, mindkettő megemelkedhet, azért, mert ahhoz, hogy a lerakódott zsírt elégessük energiaként, az ereken keresztül, ugye onnan, ahol elraktározódott, át kell szállítani a májba. A triglicerid és a koleszterin csak azért magas a böjt alatt, mert a máj gyenge, és nem tudja megfelelő hatékonysággal feldolgozni őket. Ez is javulni fog idővel. Attól sem kell félni, hogy azáltal, hogy kevesebb kalóriát fogyasztunk a böjt alatt, esetleg lelassul az anyagcserénk, mivel a hiányzó kalóriát a test pótolni fogja az elraktározott zsírból, tehát ugye zsírt égetünk, fogyunk. A szüretlen almaecet étkezések előtt, közben vagy után abban segít, hogy az inzulin gyorsabban normalizálódjon, így végeredményben felgyorsíthatjuk vele a folyamatokat. Ha nehezen tudunk az elején meglenni étel nélkül, tehát már pár óra után éhesek vagyunk, izzadunk, egyéb tüneteink vannak, az csak annyit jelent, hogy erős az inzulin rezisztenciánk. Ez pár napos, rendszeres böjtölés után normalizálódni, mérséklődni fog. Böjt alatt célszerű pótolni sót, káliumot, magnéziumot és B-vitaminokat, főként ha 24 órán túli böjtben gondolkodunk, vagy ha előre láthatólag sokat fogunk mozogni, izzadni a böjt alatt. Ha edzeni akarunk a böjt alatt, a legideálisabb, ha étkezés előtt vagy után edzünk, futunk, tehát nem a böjt időszak közepén. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled,